Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, amit tervez veled kapcsolatban. Ez itt látható a képen. Ez a hölgy utal zárkózottságra, visszahúzódásra, szerénységre, de utal nyitottságra is. És pontosan ezt a fellépést, amikor nyitott vagy erre a párkapcsolatra, nyitott vagy arra, hogy találkozz vele, pontosan ez, amire ő odafigyel. Tehát ezek a gondolatok nálam. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, az itt látható a képen. Itt a hatos szám utal a múltra, emlékekre, ami még látható, itt az érmék jelentik az anyagiakat, hogy ő odafigyel az anyagi helyzetre, jelentheti a munkát is, hogy valaki a munkahelyen úgy figyelget téged, de ami kettőtöket illet, ez a kép utal arra, hogy megbecsül téged, hiszen értékes vagy számára. Az érmék jelentik a belső értékeket is. Ő így figyel téged, ő így lát téged, de nem mondja ki. Hiszen minden úgy a hátad mögött történik. Nem beszél nyíltan ezekről az érzelmekről. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit tesz, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható egy vacsora, egy meghívás, tehát ő beszélni akar veled, találkozni akar veled. Lehet, hogy arra vár, hogy te hívd meg őt, mert meg akar látogatni téged. De érezhető a nyilvánosság is, tehát ő mindkettőt szeretné. Hozzád jönni, téged meglátogatni, de lesz egy meghívás, hiszen fellép veled a nyilvánosságon. A középső kártya itt jelenti a jelenlegi energiát, vagy azt is, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ennél a növénynél arról van szó, hogy ő megvéd téged, óv téged, vigyáz rád. Tehát fontos számára ez a kapcsolat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.